Megtartotta évzáró gáláját a kanizsai fiatalok közössége szombat este a Honvéd kaszinóban. A csoport a Valahol Európában című musicalt mutatta be a létesítmény tükörtermében. A két felvonásos darab során összesen 51 szereplő lépett a színpadra. A fiatalok az összes előadás és verseny közül erre a fellépésre készültek a legtöbbet az évben. A két órás produkcióra rengetegen voltak kíváncsiak. Az idei évünk nagy része ezzel a darabbal telt. Bemutattunk egy másik egész estés karácsonyi darabot, azzal is sokat dolgoztunk, illetve a Helikonon is megmérettettük magunkat, ahol a színjátszókör ezüst minősítést hozott haza is egy színészi különdíjat, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozott a csapat, nagyon-nagyon büszkék voltunk a gyerekekre, rengeteg versenyeredményünk van. Ebben az évben több mint 50 előadáson vettünk részt a színjátszókörrel, ezek vers, ének, színdarab bemutatók voltak. A csoporttagok szerint teljesen új élmény volt egy ilyen hosszú és nehéz darabot megtanulni, de a tapasztalat és a próbák jó hangulata miatt megérte a befektetett munka. A szerepem egy kicsit nehéz volt az elején, ugye én Suhancot játszom, az egyik főszereplőt, aki ugye elhiteti mindenkivel, hogy fiú, és a végén kiderül, hogy igazából egy lány, és ugye egy szerelmi szál is kibontakozik a darabban, ami szintén egy kicsit döcögősen indult, aztán abba is beleszoktunk, és hát ugye alapból egy ilyen anya figura vagyok a kicsi Kuksinak, aki hát ugye a darabnak az egyik főszereplője. A Diákszínpad nyárra táborozást tervez, a jövő évet pedig valószínűleg csoportokra bontva kezdik el az egyre növekvő taglétszám miatt.